Kocsmapult. Könnyed csevej a hazai és külföldi képregénykultúra színes kavalkádjáról. Pádár Ádámmal és Szebeni Péterrel. Üdvözöljük nézőinket a Kocsmapult legújabb adásában. A mai adásban ismét egy saját kötetről fogunk beszélgetni, a Rémképmesék című antológiáról. Ugye, mint itt is, meg majd a átkötő képeken is látható, ugye ez egy több alkotó munkáját tartalmazó kötet. Mint általában minden antológia. De így van. Viszont ugye ez eredetileg Nagy Marcinak volt a gyermeke, ugye ez a kötet. Eredetileg tavaly Halloweenre akartuk megjelenni, de aztán különböző okokból tolódott egy kicsit, és végül egy év késéssel jelent meg ez a kötet, és végül Molnár Gábor fejezte be. Egy kicsit az én közreműködésemmel, de egyébként a munka nagy részét az Molnár Gábor csinálta szerkesztésileg. És szerintem menjünk is majd végig azon, hogy milyen típusú történeteket tartalmaz, és hogy mit gondolunk ezekről. Jó, a történetekről. Jó, előre kikötöm az én sztorimról, majd csak te beszélt. Majd engem dicsérjél, légy szíves. Rendben. Egyébként, ahogyan ugye a köteten is látható, végül is ez egy 16-os karikát kapott a történet. Egyébként annyira nem szigorúan komolyan vett horror. Tehát miközben ugye úgy hirdetjük, hogy úgymond egy horror antológia, egy kicsit úgy vettem, hogy mindenki ugye a zsánert egy kicsit kifigurázta, könnyedre vette. Tehát szerintem ez a Rémképmesék cím igazából találó is hozzá, tehát inkább egy kicsit ilyen amolyan rémtörténeteket tartalmazó történet. Némelyik szerintem felidézi, főleg az átkötők, azok felidézik szerintem ezek a tipikus mesék a kriptából. Igen, feelinget. Hát nem elborzaszt, inkább szórakoztat. Tehát, hogy van amelyik kicsit durvább, de nem, tehát nem az a jellemző rá, hogy öncélú trancsírozás, meg elborzasztás legyen benne a cél, hanem inkább az, hogy ilyen kicsit ilyen egy pöpet lelkileg megviseljen, és egy kicsit megnevettessen. Igen, úgyhogy lényegében van, amely kifejezetten horror, paródia is akad benne, és vannak benne olyanok, amelyek abszolút klasszikus értelembe vett horror. Az első történet a kötetben Koska Zoltán a Rajzoló ember című története. Ugye szerintem egyébként ezzel a sztorival egyébként Zoli leginkább az ilyen klasszikus rémtörténeteket vette elő, tehát az ilyen régi képregényes stílusban alkotta meg az egészet. Ugye abszolút visszautal ismét visszatérő tematikájára, magára az alkotás folyamatára, ahogyan szinte minden képregény erről beszél. Igen, és egy ilyen önreflexív tudsz az egész, és Zoli szeret ilyen témákkal foglalkozni. Meg egy ilyen érdekes hangulata van, hogy igazából maga az alkotást fordítja ki egy ilyen horror alapnak, és ez tipikusan tényleg olyan, mint egy Mesék a kriptából jellegű dolog, hogy ott is mindig választanak egy-egy valami hétköznapi témát, amit általában vagy tematikusan az egész kiadvány, egész epizódra, vagy a kis jelenetekre rá van applikálva, hogy most mit tudom én, a munkahelyjel foglalkozunk, a párkapcsolatokkal, a nem tudom, tehát mindig vannak ilyen, és a Zolinál ez szerintem teljesen jól működik, hogy ő maga a képregény alkotói lét és a képregény készítésnek a témáját választotta, és idézőjelben horrorizálta. Igen, tehát lényegében olyan, mintha a maga az alkotás folyamata fordulna ugye az alkotó ellen, tehát ő az alkotó ugye úgy érzi, hogy szó szerint felőrli ugye az alkotás. Egyébként érdekes, hogy ezt még azt vettem észre, hogy még valakinek ugye rendszeresen visszatérő témája volt, csak akkor ugye nem képregény, hanem írás szempontjából ugye Stephen King. Tehát őnála is nagyon-nagyon gyakori, hogy egyébként írók ugye a főszereplői, és ugye reflektál arra, hogy maga az írás folyamata hogyan öleli fel. Látom lelki személyem előtte, hogy Zoli így visszakozol, ne, én nem vagyok Stephen King, nem. Igen, ne hasonlítsuk ilyen híres írók. Ne hasonlítsuk már Stephen King, ez a Zolit, mert még ő mondaná. És egyébként a rajzstílus és a színezés is számomra abszolút az ilyen klasszikus képregényeket idézi fel. Nagyon sokat használ szekonder színeket, tehát nem a primér színeket használ, nagyon sokszor, mint ahogy a Alan Moore-nak a cuccaiba is például a Watchmenbe is ugye rendszeresen szekonder színeket használnak, és ettől egy picit ilyen lázálomszerűbb, kicsit elborultabb a színvilág, és kevésbé, tehát hogyha ránézel, nem egy kifejezetten megnyugtató látvány. Nagyon erős, kontrasztos színek is, tehát hogy kéket pirossal, mondjuk meg zöldet pirossal, meg
Tehát, hogy nagyon erősen komplementerek is együtt vannak, hogy így a szemet egy picit ugráltas, hogy ne legyen egy nyugvó pont igazán ebbe az egészbe, és ettől úgy az egésznek a színvilága meg a megjelenítése kifejezetten zaklatottá válik. Ez úgy ad is hozzá a hangulathoz. A második történet, Benszédi Anna Júlia képregénye, a Zsírevő, ugye Annáról már beszéltünk többször is ugye az adásban, ő ugye a Vízitündérnek a rajzolója. Viszont ebben az esetben ugye nem írópár, tehát nem egy íróval közösen dolgozott együtt, hanem ő is írta magát ezt a történetet. Egyébként szerintem vizuálisan talán a kötet egyik legszebbje, én igen. szerintem ez a történet. Meg talán a leginkább klasszikus horror sztori. Mm-hmm. Az egyik leginkább. Az egyik leginkább, igen, mert szerintem ugye még a Sellős. A Sellős az a másik, amely ugye abszolút klasszikus horror történet. Egyébként igen, tehát itt szerintem nagyon érdekesen néz ki az, hogy itt viszont ugye alapvetően egyetlen jellegzetes színtónust használ. Tehát ellentétben ugye Koska Zolival itt nem használ ugye különböző, tehát nem rikító színekkel próbál operálni, és ez egy ilyen zaklatott stílust megalkotni, hanem végig ez a lila tónusokban dolgozik. Igen, de nagyon egységesek a színei. Van egy-két zöld, ami, tehát hogy azért itt is van egyfajta ütközés, tehát ami egy kicsit ilyen, tehát itt is, ha megnézed, akkor itt is ugye a lila mellé beledobja a zöldet, ami ugye komplementer. Tehát attól egy picit ilyen riasztóbbá válik. De egyébként a lila az hangsúlyosan végigmegy az egészen, de úgy látom, hogy itt ott azért a zöld is úgy, zöldes-sárgás is úgy tiszteletét teszi. Igen. Viszont itt ugye, ahogyan beszéltük róla, hogy a klasszikus horror sztorikra utal vissza, hogy gyakorlatilag azért olyan, mint hogyha ezeken a tipikus ilyen valami kísérlet félre sikerül, és ugye ebből alakul ki valamilyen szörnyűség, tehát ezeknek ilyen egyszerre szinte paródia is, és ugye egyszerre klasszikusan meg is idézi. Hát ez a régi horroroknak ez a tipikus creature feature jellegű, hogy van valami nagy déli monster, és akkor az átveszi a hatalmat minden felett, ez a fajta felütés egy picit, csak nyilván egy kicsit az alkotónak a saját igen. stílusára. Nekem egyébként mi is volt, azt hiszem talán a Blob, vagy melyik volt az a film, azt hiszem Massa, vagy mi volt a magyar cím engem. Tehát azt szerintem a leginkább azt idézi meg, tehát itt is ugye arról van szó, hogy egy ilyen lényegében egy ilyen masszaszerű lény az, ami mindent ugye felzabál maga körül, csak ugye egybe ezt egy kicsit ilyen parodisztikusabban teszi. Ugye az, ami nekem nagyon tetszik, hogy amint hogyha nem, tehát nem csak ugye felemészti, mint egy ilyen élő zselé, hanem hogy át is veszi ugye az alakját ugye azoknak a dolgoknak, amiket felemésztetettől, szerintem vizuálisan tök érdekes, hogy hol béka, hol hal, hol ember alakban jelenik. Meg a sztori végére egy kicsit ilyen ifjúsági regény jellegű hangulattá válik ezzel a házi bulival, meg a tipikus horroroknak a... Hát ez is ilyen tipikus horror, hogy az elemét is beemeli ezzel. A bulizó tiniket felzabálja a szörny, ez is. Meg amin én nagyon nevettem, hogy az elején ugye ott a paródia, amikor abszolút felbukkan, hogy ez a creature feature, ahogy mondtad, nála is egy előkerül, hogy jaj, nem már megint életre kelt egy találmányunk. Tehát ez így szinte szó szerint elhangzik az elején, igen. Hogy ez még egy parafrázis is benne, hogy na, még egy. Hogy igen, de hogy kísérletezünk valamivel, és hopp, ebből is élő szörny lett, jaj, már nagyon jól áll neki, hogy nem veszi magát komolyan. Tehát, hogy azért is működik szerintem, mert egyrészt ugye van egy saját vizuális stílusa, van egy saját szájaize, de ettől függetlenül azért a paródia jellege megvan abban, hogy tehát képes önmagán nevetni, hogy ez egy ilyen kis jópofa ökörködés is részben azért. És így, tehát, hogy ad hozzá egyfajta magabiztosságot az egészhez, hogy hát én tudom, hogy ez csak egy ilyen kis vicces valami igen. is, és hogy nem lehet igazán komolyan venni, mert egy ilyen tipikus B-horror felütés a dolog. Menjünk bele ezerrel. És ezért működik szerintem leginkább a igen, szerintem is egyébként részben az egyik legerősebb oldala, meg ahogy mondtam, részben ugye a vizualitás. Tehát szerintem ez a kettő viszi a hátán, hogy egyébként egyszerre klasszikus horror, egyszerre klasszikus horrornak egyfajta paródiája is, és közben baromi erős vizualitással van megtámogatva. Következő történet, ugye Pap Imre Tükör és Föst című története, amelyik egyébként szerintem szintén ismét egy abszolút klasszikus horror, viszont ebben az esetben szerintem a paródia jelleg sem bukkan elő. Tehát ugye komolyan is van véve, mind vizuálisan, mind történetre, ugye ez a
Dr. Jekyll és Mr. Hyde sztorinak egy feldolgozása, viszont ebben az esetben szerintem abszolút klasszikus tehát feldolgozás. Imi próbálja azt, klasszikus feldolgozás, de Imi próbál egy pici csavar tenni azzal, hogy más perspektívából indítja a sztorit, hogy nem csak így elmeséli az egészet, hanem próbál mögé építeni egy olyan sztoriszállat, hogy a végéig ne döbbenjünk rá, hogy kik ezek és mit csinálnak, mert a tehát akkor ne... most elspoilereztem. Igen. Tehát, hogy a sztori, ugye úgy át, szerintem egyébként a borítóról simán rá lehet jönni, ez nem egy akkora spoiler. Igen, szerintem sem. Tehát, hogy, de ugyan felépítve a sztori, hogy a végéig azért nincs kimondva, hogy ő Jekyll és Hyde, és hogy nem tudod, tehát, hogy ugye alapvetően a sztori, ha már elspoilereztük, akkor szerintem nyugodtan elmondhatjuk, alapvetően a sztori a Dr. Jekyllnek a tudatában játszódik, ahol igen. Bezáródik abba a pillanatban, amikor Hyde kitörik. És először nem tudjuk, mi ez a hely, meg mi történik, itt eléggé ilyen absztrakt, elborult helyszín, ugye, mivel a tudatot így ábrázolja a sztoriban, és a sztori végéig szépen építkezve fejti ki azt, hogy ja, egyébként ő, tehát, hogy hol vagyunk, mi vagyunk, kik ezek, és mit csinálnak. De egyébként nem nehéz rájönni, ez ugyanolyan, mint nekünk a céltalamba, hogyha egyébként belelapozol, meg figyeled a dolgokat, pillanatok alatt rájössz, hogy mi a csoda, és hogy ki kicsoda a történetben. Itt ugye ő egyébként végig a belső világban egyébként végig vörös színeket használ csak. Tehát ez is ugye hozzátesz ugye ebbe a zaklatott véres hangulatához, és ami szerintem tök érdekes, ellentétben a külső világot az kék színekkel jeleníti meg, és ugye ezzel ugye nagyon, igen, nagyon kontrasztban van vizuálisan állítva a két. Is, meg vizuálisan is próbálja kommunikálni azt, hogy két különböző világról beszélünk, tehát azért képregényekben előfordul az, hogy sokszor túl van magyarázva a dolog, hogy direkt le van írva, hogy hát most itt vagyunk, most itt ez, és a többi. És Iminél meg ezt inkább ő a színekkel játszva próbálja ezt megoldani. Hogy ez a külső világ, ez a belső világ, és akkor így megvan. Tehát igen, nincs leírva, hogy most a valóság vagy, mert nyilván akkor abban a pillanatban el is illanna a csavar. Az illúzió, igen. A következő történet, Shirai Dori történet, de szerintem neki ez talán az első nyomtatásban megjelent képregénye? Nem. Shirai Dorinak az első képregénye a Kiberiáda volt a Rohamnál. Aha. Ott jelent meg, és utána még volt valami megjelenés, ami nem fog eszembe jutni, de ami nálunk legismertebb ilyen szempontból az a Stanislav Lemnek a műve. Vele a Marci beszélt, hogy őt ritkán készít képregényeket, de így szeret ilyenekbe részt venni, és a Marci mondta, hogy őt mindenképpen szeretné behívni, mert egy tök saját stílusa van, egy saját szemléletvilága, és hogy ez így adna hozzá a történethez. Nála egyébként pont az volt, hogy először úgy volt, hogy ő úgy jönne be, hogyha tudunk találni mellé egy írót. Aha. Ez próbálkoztunk pár emberrel, de ők kifejezetten klasszikus horrort szerettek volna írni, ezért nem nagyon tudott összejönni a dolog, és végül egy adaptációnál döntött az alkotó. És akkor így került be a alkötetbe a mű. Tehát szerintem ennek a történetnek szinte egyébként a vizualitása volt a legerősebb pontja. Ugye baromi egyedi képei vannak igazából engem, tehát nem is feltétlenül mint képregény jelenik meg, hanem látszódik rajta, hogy nagyon ebből a graphic design, tehát ebből a fajta művészeti világból jön át ő. És végig ugye az oldal kompozíciók, ugye a különböző, tehát a stilizált megjelenítés, igazából tényleg, tehát egy baromi egyedi, baromi hangulatos, tehát nagyrészt fekete-fehér világra épít, ugye nagyon stilizált rajzokkal van tele, tehát igazából ilyen statikus hátterek, épületek megjelenítése. Viszont bevallom, hogy nekem egyébként kettő dolog volt, ami kevésbé tetszett viszont. Az egyik, egyébként mondanám, hogy baromi rövid, ez nyilván igazából úgy egy kevésbé tetszik, hogy egyben dicséret, tehát hogy igazából olvastam volna még tovább ezt a sztorit. A másik, hogy én itt úgy éreztem, hogy ott viszont nagyon elspoilerezi saját magát a történet. Mm. Tehát a történet végi csavar annyira ordít már a legelső kép kockákból, és nyilván attól a vizuális megjelenítéstől, ahogyan a karaktereket felépíti. Mm. És ugye ez nekem ez volt az, ami lehet, hogy másképp oldottam volna meg vizuálisan, azért, hogy egy kicsit meglepetésszerűbb legyen a végére. Hát, mivel adaptáció, azért valószínű, aki ismeri is a forrásművet, annak egyébként se meglepő. Mondjuk ez kérdés az, hogy hogy volt megírva vajon a maga a mű? Tehát, hogy mennyire foglalkozott ezzel a maga a forrásanyag, hogy ezt hogy ábrázolja. Igen, ott. Igen, ez egy jó kérdés. Tehát, ha ott is így van, hogy az elején tudod, és igazából tényleg csak a hangulatra épít, akkor lehet, hogy mint adaptáció pont, hogy hiteles.
Aha. De ezt én, mivel nem olvastuk, ezért nem tudjuk megállapítani. Mm-hmm. De még egyébként ehhez hozzáfűznek ennyit, hogy viszont ahhoz képest ennél kiemeltem egy nekem kevésbé tetsző motívumot, valójában egy baromi üde színfoltjának az egész kötetnek. Tehát egy annyira egyedi megjelenésű történet, hogy nagyon jó, hogy igen. Én kifejezetten szeretem az antológiákba azt egyébként, hogy ennyire eltérőek a történetek, mert így mindenki talál magának egy saját stílus valamit. A Sirály Dórinak a cuccát azért szeretem ilyen szempontból, mert ő tényleg teljesen előtt a teljes kötetenek a hangulatától, és szeretek ilyen sztorikat belerakni, nyilván mivel ez nem volt közöm, ezért nem én döntöttem, de szeretek ilyen sztorikat belerakni mondjuk a köteteinkbe, hogy igen, ez nagyon más. Ilyen szempontból, mert ugye idén két kötetet hoztunk ki, a másik kötetünk a homogénebb ilyen szempontból. Tehát ott egy picit mindenkinek jobban egy rugóra járt az agya, itt pedig egy kicsit mindenki, tehát egy picit hektikusabbnak érzem ezt a kötetet ilyen szempontból, hogy ki mihez nyúlt hozzá, és milyen fajta horror sztorit akar csinálni, viszont ettől például ez a kötet változatosabb, és talán több embert is megszólít ilyen szempontból, mert több érdeklődési körbe belenyúl, mint mondjuk a bossis antológiánk, ahol igazából mindenki sokkal inkább úgy volt, hogy egy bossinak a történetét bemutatom. Igen, meg ott ugye végig nagyjából tartva van ugye ez a úgymond ifjúsági igen. képregény hangulat. A következő történetünk Kárpát-völgyi Roxánának a Lyuk című képregénye. Itt ugye két dolog tűnik fel rögtön, az egyik, hogy alapvetően a mangákhoz sokkal közelebb áll ugye a vizualitása a képregénynek, mint a nyugati képregényekhez. Egyébként is szerintem pont ezért egy ilyen színfoltja ennek a kötetnek. Ugye és itt alapvetően nem klasszikusan horror szerintem, amire épít, hanem ugye ehhez képest ugye ez a megfigyelés. Tehát szerintem egyfelől ugye benne van ugye ez a társadalomnak ez a zsúfoltsága, ami nagyon előjön, hogy ugye nagyon, tehát úgy ábrázolják, mint a tipikus japán nagyvárosok, hogy baromi zsúfoltnak van minden ábrázolva, egy kis lyuk gyakorlatilag, ahova beköltözik a karakter. Igen, a cím az több értelmű. Igen, tehát egyfelől több értelmű is, mert ugye maga ez a lakás igazából egy ilyen egyhelységes, szó szerint igazából egy lyuk. És ugye ezen kívül pedig utal arra, hogy megfigyelik ugye a lakásban elhelyezett különböző szintén lyukakon keresztül. Igen, egy kicsit erre az üldözési mániára épít, aminek van alapja. Igen, amikor ugye ennyire zsúfolt. Tehát, hogy nem, amikor nem tudod eldönteni, hogy tényleg megfigyelnek-e vagy sem, ráadásul ennek azért van egy ilyen, úgymond a kiszolgáltatottság érzés nagyon erősen érződik ebbe a sztoriba, és igazából az, ami nagyon durván működik ebbe a sztoriba, és az nagyon tetszik, hogy a sztori vége az egy elég határozott lezárással igen. zárul. Tehát, hogy ugye a mindenki sztoriban... megkapja a maga jussát ilyen igen. szempontból. Nagyon-nagyon gyorsan és nagyon agresszívan oldja meg ezt a problémát a szereplő. Igen. Viszont még egy dolog nekem ugye szembe tűnt benne, ami ugye baromi érdekes, hogy igazából ugye a főszereplő karakter ugye fél a megfigyeléstől, fél a kiszolgáltatottságtól, miközben ugye kiderül a sztoriból, hogy gyakorlatilag neki ugye vlogja van. Tehát annak ellenére, hogy úgy fél ettől a megfigyeléstől és kiszolgáltatottságtól, hogy ő maga is kiszolgáltatja magát. Tehát, hogy szintén ugye ő maga is ugye abból él, vagy nem tudom, hogy egyébként kiderül a sztoriból, hogy van-e mellette munkája is, vagy csak ugye ténylegesen ebből éle meg. Valószínűleg nem, meg igazából nem is lényeges, hogy ez nála egy hobbi vagy megélhetése. Annyi oldal nincs belőle, hogy ezt így ki is fejtse. Igen, hogy ezt hosszasan ki legyen fejtve. Hogy gyakorlatilag ő maga is ugye kiteszi magát igazából a nézői számára, viszont nyilván, amikor ugye ez nem önként történik, hanem valaki ugye agresszíven és ugye tolakodva figyeli meg, akkor az nyilván egy teljesen más téma, mint amikor te magad döntöd el, hogy mennyit mutatsz meg magadból. Mint amikor nincs irányításod felette, igen. Igen. És akkor jön a másik klasszikus sztorink. Ugye az író, ugye Sellőse. Steven Porras van feltüntetve, igen. Ugye a rajzoló Varga Tomi. És effektíve ugye a színezésben még Halmi Zsolt vett részt. Igen, ez egy nagyon utolsó pillanatban bejött dolog volt, hogy kéne egy színező, mert amikor úgy volt, hogy ez tavaly novemberben megjelent, akkor ugye az utolsó akkor mentünk ugye a kiállításunkra, amit ugye a Halmi Zsolték szerveztek, és utána került szóba, mert jelezte felénk a Zsolt. Az már idén évelején volt a kiállítás. Igen. A Nyíregyházra gondolsz, igaz? Igen. Az tavasszal volt. Az tavasszal volt. Akkor ugye már valószínűleg egyébként az volt, akkor mert ugye halasztottuk egyszer, és ugye szóba került, hogy ők is be tudnának jönni. Az már utána volt, igen. Akkor már arról beszéltünk, hogy milyen gyorsan kellett befejezni, és hogy szerintem hogy ki volt, amikor utána kiderült, hogy csúszik az egész, ahogy van. És
De igen, tehát hogy ez három embernek a munkája, és a Zsolttal beszéltek, tehát nagyon utolsó pillanatban jött is be a dolog, és határidőre el is készültek valami iszonyat tempóba és erőfeszítéssel, és utána, amikor megtudtuk a Marciéktól, hogy hát ez valószínű, nem fogja tudni ezt összerakni Halloweenre, akkor ezt így azért így beközölni a igen, srácoknak azért ilyen papofával, az egy elég kellemetlen helyzet volt, és utólag is elnézés, még hogyha nem is én kérek elnézést, mikor nem is én tehetek róla, de ez egy, így a csapat nevében is, meg így minden. De az egyik legerősebb klasszikus horror története a igen, a kötetnek ez az, amire tényleg rá lehet abszolút húzni, hogy ugye horror, ugye egy baromi hangulatos. Klasszikus, mind vizualitásában, mind történetmesélésében, ugye ez a klasszikus rém történet, ugye ez a tipikus, ugye a hajón ugye a sellők megtámadják ugye a legénységet. Nagyon hangulatos, és ezt végig is viszi, illetve igen. Hajós felütés, jó a sellős téma, misztikus, ezzel ugye mi is foglalkoztunk annó a Mariachi Comics-szal a Bilóva, ahol szintén horror sellők voltak. De itt, tehát az még az egy ilyen modern köntösbe ültetett misztikum volt, itt ennek ad egy extra hangulatot az, hogy ez egy ilyen jó 200-300 évvel korábban játszódik a jelenkornál. Igen, és így tényleg teljesedett, mind ugye az ábrázolásmód, mind ahogyan végigviszi az egészet, ugye a maga a történet brutalitása, szerintem is ugye az egyik. Ugye, ahogyan beszéltük, a lelki horror része is nagyon erősen. Igen, az is nagyon erősen ábrázolva. Tehát szerintem minden szempontból igazából egy erős klasszikus horror sztoriról van itt szó. A következő egyébként az én személyes kedvencem, ugye a kötetben, Halter Andris története, ugye az Időkalandorok elkárhozott lelkek című sztoria. Ugye az Időkalandorok neki egy visszatérő témája, ugye igen. Mind antológiáinkban ugye általában erről szokott készíteni történeteket, mind ugye saját felületen publikálódók. Illetve a Hahóta pörgetőben jelent meg belőle több rész, és Andris jelezte is, hogy ő ezt szeretné majd egy gyűjteményben. Igen, az egyébként nagyon-nagyon jó lesz, mert ugye kicsit nehéz összerakni ugye a sztori melyik részén áll ugye egy-egy történet. Főleg, hogy ezzel volt is egy kavar, mert ugye a boss is előbb jött ki. De az egyébként később játszódik. És az egy ezutáni történet. Mm-hmm. Tehát, hogy pont fordítva jöttek ki a sztorik, ahogy... De szerintem egyébként mindig sztori egyébként önállóan is abszolút élvezhető, de tényleg jó. Igen, de van egy összefüggés, tehát a sztori vége meg az elejét, hogy látod azt, hogy honnan jönnek, és tehát, hogy van összekötés. Tehát, hogy éppen hol vannak, épp mit csinálnak, mindig van egy utalás vissza, hogy honnan jövünk, és egy utalás előre, hogy merre tartunk valahol a történetben. Ugye? Az Időkalandorok egyébként arról szól maga ez a történet folyam, hogy ugye néhány ilyen kis mitológiai lényről szól, akik úgy emlékszem, hogy egyiptomi lényekről van szó. És ugye ők azok, akik ugye, de ők egyébként ilyen nagyon aranyos rajzfilmfigurákként vannak ábrázolva, és mellettük van pedig egy társ, ugye egy emberi szereplő, aki szintén ugye velük keresztül, ugye a művészet történet bizonyos állomásai mennek át, megismerkednek az alkotókkal, és ugye az alkotókat motiváló tényezőkkel. És nekem ugye két érzésem van tőle, az egyik, hogy néha egyébként nagyon didaktikus, igen. Viszont szerintem jól is áll a képregénynek, tehát tényleg egy művészettörténeti oktatás gyakorlatilag, viszont emellett nagyon jól működik máskor meg, mint képregény és történet, és saját sztorikat is tud közölni. Érdekes elegy az igen. Egész, mert alapvetően elsőre, amikor ránéz az ember, akkor én nekem az volt az első benyomásom, hogy ez egy ilyen kaland sztori lesz. Igen, ilyen cukilényes kaland sztori. Egy cukilényes, tipikus francia stílusú, ilyen Tintin jellegű kalandozunk, misztikumokat fedezünk fel, stb. Ez a hangulat meg is van. Viszont ez keveredik erősen ugye a művészettörténet jellegével, ami egy ilyen oktató jellegű, ami az ifjúsági jelleghez jól is jön. De még ehhez hozzájön az, hogy az Andris szeret ebbe, azért erőteljesen keveri bele a horror elemeket is. És neki a stilizált stílusa nagyon jól működik ehhez. Tehát igen, van egy saját érdekes, egyedi stílusa, ami egyébként kifejezetten rajzfilmes, de amikor átlépünk a horror részekbe, ott ez a fajt, ott nagyon jól... Nagyon groteszk. Nagyon erőteljesen rá tud lépni a groteszk pedálra. És onnantól kezdve ilyen rémálomszerű horror lesz az egész, és nem üt el az egész stílusától. Tehát van egy olyan egységessége, amitől így tud ide-oda igen, mozogni is, ebbe a stílusba, és nem esik szét. Nekem is egyébként ettől a kedvencem, hogy ugye nagyon-nagyon jól vegyíti azt, hogy
Tehát ugye egyfelől vannak ugye a cuki rajzfilm karakterek, és amikor átlépnek ugye egy-egy művész gyakorlatilag a saját belső világába, akkor innentől kezdve viszont keveri részben ugye magának a művésznek az eredeti stílusát, ugye ebbe az esetben Bosch festményei és világába lépnek át, és ugye ezeket viszont tényleg nagyon horrorisztikusan ábrázolja András, és ez egy igen tök egyedi az egésznek a stílusa ettől, hogy egyfelül ugye cuki lények, és utána pedig átlépnek ebbe a nagyon groteszk, nagyon rémálomszerű világba, mivel hogy ugye mi lévén, hogy ugye a művészet történetre épül, ezért nyilván, ha egy nagyon groteszk festőnek a világába megyünk át, akkor onnantól nagyon groteszké válik maga a képen. Néha ez ráadásul oldalanként történt, tehát hogy hol a groteszk világot látjuk, hol pedig belép ebbe a rajzfilm karakter, és néha ez keveredik, vegyül. Tehát az interneten is rengeteg olyan művészt látni, akiknek témája az, hogy a klasszikus régi rajzfilmeket, amiken fölnőttünk, modern korban áthelyezve egy ilyen horrorisztikus képbe mutatják be, és maga az, hogy a régi gyerekkori dolgokat, amikbe így visszamenekül az ember, lényegében egy belső lelki árulást érzel azáltal, hogy ezek így kifordulnak és ellene fordulnak. Ezt a fajta hangulatot egy kicsit megadja, mert itt van egy rajzfilm karakter a következő oldalon, aki egy picit eltúlozza például a hatalmas guvatag szövegkel így megjelenik, és cukinak kéne lenni, de helyette ijesztő. És nagyon jól játszik az Andris ilyen szempontból azzal, hogy tud egy cuki dolog rémisztő is lenni, és ezzel ilyen hullámzóan hol aranyos, hol ijesztő, és ez a fajta kettősség egyfajta ilyen, egy ilyen bizonytalanságot gerjeszt benned, hogy melyik karakterről bízhatsz be, mikor vált az egész sztori egy ijesztő hangulatú valamivé, miért váltott most vissza egy rajzfilmszerű valamibe, tehát hogy soha nem tudod megállapítani, hogy melyik sarkon fog téged valami úgy elborzasztani. És ez úgy a horror hangulathoz nem kifejezett, még az is, nem kifejezetten egy az a fajta horror, mint amit, tehát nem az a fajta, hogy ilyen rádugrik és rád ijeszt, és akkor ilyen cheap ijesztegetést csinál, hanem van egyfajta félelem mögötted, ami szépen fölépül, hogy nem számít, nem tudod kiszámítani, hogy a következő oldalon egyáltalán mire számíts. Igen, és még ezen kívül eszembe jutott pár motívum. Az egyik az, hogy szerintem hosszában az egyik a leghosszabb sztori. Igen. Tehát ennél érzem azt, hogy ez egy olyan hosszúságú történet, hogy nem csak mint antológiában állja meg a helyét, hanem akár mint egy önálló rövid képregény is tökéletesen helytálló lenne. Tehát kerek egész történet, lezárt vége van. Nekem még egy üzenet nagyon tetszett benne az, ahogyan gyakorlatilag ugye Bosht mint karaktert ábrázolja, és hogy ugye ott vannak ezek a rémálmok, amiket ő lát, és az, ahogyan ábrázol van, hogy de ő egy pozitív üzenetet szeretne a szörnyűségeken keresztül, és maga ez is ahogyan felbukkan benne, hogy igazából a rémálmok ugyan ijesztőek, de hogy egyébként lehet pozitív üzenet. Igen, ez is nekem tökre tetszett. Mind a két sztoriban egyébként, tehát mert ugye mind a ebbe is, meg a Bossisban is van egy hosszabb, tehát az egyik leghosszabb ilyen sztoria van Andrisnak, és mind a kettő viszonylag ijesztő, mert ott ugye boszorkányokról van szó. Ott is ugye lényegében rémképekként jelennek meg az alkotó fejében boszorkányok. Elég nagyon sok misztikus elem van a sztoriban, nagyon sok absztrakt elem van a sztoriban, és ezt nagyon jól ellensúlyozza az, hogy általában a bemutatott festőket viszont rettenetesen földhöz ragadtan, és ember ilyen mutatja be, tehát hogy tudsz velük azonosulni, nem vál, tehát, és ez egyébként nagyon erős eleme is a sztorinak, mert alapvetően ők mégiscsak úgymond a művészetünknek egy bálványképe. Igen. És itt jelen esetben, tehát hétköznapi egyszerű emberekként vannak bemutatva a saját problémáikkal, vágyaikkal, céljaikkal, és nagyon erősen lehet hozzájuk kötődni. És ez egy nagyon jó plusz a történethez. Tehát egy ilyen egyensúlyt ad az egész. Igen, egyetértek szerintem, és ezek így jól egyensúlyozott a történeten, hogy ugye a borzalmakon kívül egy ilyen emberi ábrázolásmód volt. Eljutottunk egyébként a következő történethez, ami Pádi saját története. Jaj, ugye, nem kell, jaj, de. Okay, ugye a Sátán gitárosa című képregény. Igen. Ugye a Sátán gitárosa az alapvetően az egész történet igazából egyetlen rövid szituációra van felépítve, ez pedig igazából egy ilyen tipikus ilyen Mexican standoff jellegű, egy párbajra van gyakorlatilag felhúzva a sztori, és ebben jelennek meg ugye egyfelől a horror elemek, másfelől egyébként ő rajzfilmszerű figurákkal operál, tehát hogy lényegében egy pokolnak dolgozó karakter akarja ugye ezt a szerződést felbontani, és ugye a másik szintén a pokolnak dolgozó karakter próbálja ugye ezt a szerződésbontást gyakorlatilag megakadályozni.
Szerintem attól volt egyébként érdekes, hogy nem igazán lehet tudni, hogy itt most ki jön, melyik karakter a jó és melyik a rossz. Tehát, hogy szerintem az volt ennek a sztorinak egy erős pontja, hogy mindkét karakterrel lehet olyan szempontból azonosulni, hogy egyfelől nyilván, aki ezt a szerződést fel akarja bontani, az számomra érthető, mert nem tűnik úgy ez a meló, mint ami hosszú távon olyan kifejezetten jó lenne. Viszont ugye maguk a módszerei, ahogy ezt akarja, meg ugye az, hogy a dühét ugye a másik karakteren vezeti le. Ebből ugye a másikkal is azonosulunk, hiszen ő is igazából csak úgymond teszi a dolgát. Igen, meg benne egy kicsit, tehát igazából itt a lojalitásnak a kérdése az, ami nagyon fölvetődik, legalábbis arra próbáltam játszani a sztoriba, mert alapvetően a főszereplő, a két főszereplőnk közül az egyik, ő hajlandó elárulni a társait azért, hogy megnyeri a szabadságát, ugye? Uh-huh. De közben egy olyan dolog, tehát alapvetően amit ők művelnek, az alapvetően nem egy jó dolog alapból sem. Igen. Tehát innentől kezdve már egyik karakter sem kifejezetten 100%-ig jó. De az egyikünk menekülni akar, mert ő neki a bűntudata is, meg minden így dolgozik benne, hogy ő ezt nem, meg elege van már. Tehát egy olyan munkát végeznek, ami tényleg, tehát, hogyha a mindennapi életben dolgozó embert megviseli a munkája, az kb. A 10.000-szeresére föl van tolva ilyen szempontból. A másik karakterünknek viszont rettenetesen fontos dolog a lojalitás. És ezt árulja el igazából a dezertáló figuránk, és ebből lép fel a feszültség a sztoriban. Egyébként vizuálisan, ugye ez talán, ez azt hiszem az egyetlen fekete-fehér történet a kötetben? Hát teljesen fekete-fehér, azt hiszem, igen. Igen, ugye ez az egyetlen fekete-fehér történet a kötetben, viszont magát ugye a kontrasztokat, a fényárnyék hatásokat, azokat nagyon erősen használja. Nekem főleg a izé tetszett magának ennek a nem kocsma, igazából inkább ez a tipikus amerikai diner stílus, igen. És ezeknek ugye a különböző, az ablakon beszűrődő fények, ez ad egy nagyon hangulatos vizualitást neki. És ugye itt is viszont ugye alapvetően ezt sem nevezhetjük szigorúan horrornak, mert ugye a rajzfilmszerű ábrázolásmód igazából a feszültség egy nagyon erőteljes élét elveszi, szerintem ugye ennek a történetnek. Tehát itt is igazából a rajzfilmszerű karaktereken át van ábrázolva maga ez a halálnak dolgozós szituáció. Ha ízére emlékeztetem, volt az a kaszásos rajzfilm. Az melyik is Billy volt? És Mandy, Billy és Mandy. Kaszás, igen, engem arra emlékeztet vizuálisan, igen. Igen, azt szokták nekem mondani, és ennek van alapja, hogy én nagyon erős, nagyon sokat inspirálódok a régi 90-es évek Cartoon Networkjéből, a Rob Renzettinek, meg a Genndy Tartakovskynak a stílusából. Gyerekkoromban rengeteg ilyen figurát rajzoltam, és tény, hogy a realisztikus dolgokhoz nem. Tehát nem vagyok egy jó realisztikus rajzoló, ezért általában inkább a stilizált oldal felé nyúlok, mert abba érzem magam biztonságban, meg abba ki tudok dolgozni egy olyan dolgot, ami szerintem határozott és jellegzetes nálam. Következő történetünk, ő ugye Cserebere. Canik Georgina. Georgina, igen. Tehát ugye ő neki a Cserebere című történet, amikor most itt megint egy másik műfajjal fog keveredni gyakorlatilag a horror, méghozzá a fantasy műfajával. Igen. Tehát itt ugye arról szól, hogy ugye egy kislány idéz meg egy nagy erejű démont, hogy az segítsen neki, ugye egy... És itt ugye úgy jelenik meg a horror, hogy igazából a démon és a kislány közötti feszültség. Tehát ugye a kislány igazából naivitásban, ugye, mint hogyha úgy tekintene erre a démonra, mint hogyha az valami, nem tudom, egy ilyen segítő szellem lenne, vagy ilyesmi, és az ő kettejük közötti alkudozás, hogy ugye a démon pedig ténylegesen egy horror lényként mutatkozik meg ebbe a történetbe, és ugye ezen kívül pedig felbukkannak ezek a középkori fantasy, meg varázslós elemek. Igen. Egy nagyon érdekes mix ez is a horrornak. Nagyon jó a vizuális stílusa. Tök jók a karakterek, a sztori vezetés nekem kicsit kusza. Igen, egyetértek, és nekem is a sztori vezetés kusza egy kicsit. Tehát, hogy egyértelmű plot pointok vannak nagyon minimálisan elhallgatva, például az, hogy a kislány az alkukötés során fölajánlja a szemét. Ez csak és kizárólag onnan tudod, ha az utolsó oldalon megnézed a kislány szemét, mert ott az egyik sárga. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, itt a szem itt, ha megnézed, akkor itt látod, hogy igazából, és nem véletlen, tehát vizuálisan elmeséli ezt, mert az elején nagyon sokat mutogatják a szemet, tehát a kislánynak is a szemét, tehát hogy ebben az alkuban benne volt valószínűleg ez is, és itt van valami, de annyira, tehát nem tudtam például eldönteni hírt, tehát nagyon soká esett le az, a sztori kuszasága miatt, hogy a kocsmáros egyébként a démon.
Tehát, hogy először én nem tudtam azt, hogy várjál ő kicsoda, és hogy ő mit csinál, és hogy most ez a jelenet, amikor ő ott van a kocsmában, ez egyáltalán időben hol játszódik a sztorihoz képest. Tehát, hogy igazából a maga a sztori mesélése még néha megbicsaklik, és emiatt egy picit nehezebben követhető a dolog, és ezt szerintem a Ginának is mondtam, de hogyha nézi, akkor most is mondom, hogy, hogy egy picit a sztori vezetést lehet, hogy érdemes lenne, hogyha lesz még ilyen, hogyha mondjuk egy saját kötetet kiadnál nálunk, vagy magad, vagy bármi, vagy hogyha még antológiában van kedved részt venni, akkor érdemes a sztorit egy külső szemmel átolvasni, hogy működik-e neki a sztori, hogy, és megkérdezni, hogy értette, hogy mi történt, mert egy picit a sztori vezetés kaotikus, és nehezen követhető emiatt, hogy most akkor ki kicsoda, mi mikor történik, mi a lényeges csattanója ennek a történetnek, és hogy ezek, hogy melyik karakter egyáltalán mi szerepet játszik ebben a történetben. Igen, egyébként ezzel a kritikával én abszolút egyetértek, hogy ugye egyfelől nyilván nem jó, hogyha mindent az olvasó szájába rágunk, viszont ugye az se jó igazán, hogyha nehezen követhető a történet. Ó, a következő történet szerintem a kötet talán második legerősebbje volt a számomra. Habár érdekes, hogy itt is ugye a horror... Legkevésbé horror, viszont szerintem itt is ugye arról van szó, mint amit ugye a Halter Andrisnál említettem, hogy viszont ez megint egy olyan sztori, ami egy kerek egész önálló, viszonylag hosszú történet, és szerintem ezért nagyon erős. Itt ugye Molnár Gábornak a Pesten nem él ilyen című története. Itt ugye ez a gasztró bloggerségnek a elemeit vegyíti a horrorra. Egyébként Gábornál ugye ez a főzős képregény, ez egy ilyen klasszikus visszatérő motívum. Igen. Tehát ez nála már többször előbukkant. És itt igen, is több, ezt több ilyen, elő. Több ilyen motívum van benne, ami Gábornak nagyon jellemző. Egyrészt a folklór. Igen. A másrészt ugye a gasztró téma. Harmadrészt meg ugye a japán elemek, tehát hogy ő ilyen függőleges, tehát hogy ez tipikusan a japán strippek formátumába készült az egész. Plusz még egyébként felbukkan, szerintem érintőlegesen ezzel felbukkan megint a vadgazdaság, mint téma. Persze. Tehát ugye abszolút az is. Tehát igazából ezt így a vidékhez társítottam. Ilyen több ilyen motívum felbukkan, hogy egyfelől ugye van ez a klasszikus főzős videók, és ez ráadásul tényleg ilyen strip formátumba függőlegesen ábrázolja. És ugye ezek bukkannak fel, itt ugye arról van szó, hogy egy egyedülálló anya ugye ilyen főzős videókból próbálja ugye fenntartani a leköltözik vidékre, gyerekét, a háttérből ugye zajlik egy ilyen összeveszett a férjével és válnak szituáció, amit egyébként elég komikusan van bemutatva az anyóson keresztül, akivel telefonál és állandóan cseszegeti igen. A szerencsétlen főszereplőnket. És itt is ugye a komikus motívumok egyébként végig aktívan jelen vannak, és itt pedig ugye felbukkan a folklór elem, hogy van ugye ezen a vidéki részen igazából van egy kígyószerű szörnyeteg, aki ugye ott lakik a házban. Igen. Érdekes, hogy ugye ahogyan ő ugye ez a kígyó előbukkan, és ugye a helyi egy kicsit olyan giblis volt a néni nekem, hogy a helyi néni, aki ugye tudja a választ ugye a kérdésekre, de közben ugye az internet ismét felbukkan, és itt jön két be a vadgazdaság, hogy amikor a kígyókról beszélgetnek. Igen, nagyon érdekes, hogy több most, hogy mondod, döbbenek rá én is, hogy Gábornak ez egy magyar folklór ghibli sztoria. Tehát igen. Nagyon erősen olyan, mint mondjuk, amikor a Totoróba lejönnek a városból a kis család, és ott van a helyi szörny, igen. És ott van a helyi szörny, és megismerkednek vele, és rádöbbennek, hogy nem is olyan félelmetes, mint amennyire előadják. Igen, itt is ugye ez a téma, hogy valójában ugye a helyi szörny, annyi különbség, hogy még a Ghibli filmekben általában ez a helyi szörny, még a Totoróban igazából cuki is. Cuki, egy nagy darab szőrös, itt egyébként alapvetően a szörny ez egy ronda. Tehát ez itt nyilván ez egy tényleg egy ijesztő szörny, igen. Viszont tényleg úgy bukkan fel utána, hogy megtanulnak együtt élni ezzel a szörnyel, és igazából tényleg egy abszolút ilyen úgy alakul ki a család, hogy a szörny is része lesz. Hát undorító, kihányja a belét, aki meglátja. Tipikus. De tényleg, hát nem is megszeretjük ezt a lényt, mert vicces, de alapvetően a rondasága, meg a debilsége így ad is a karakterhez ilyen szempontból, hogy szerethető lehet. És tényleg volt meg egy motivum, ami nagyon nevettem, hogy ugye amikor ugye, mivel ugye folyamatosan ugye interneten publikálja ezeket, ugye a főzős videóknál,
ez annyira jellemző, hogy a valódi szörnyet publikálja interneten, de ugye nyilván az internet népe az már semmit sem hiszel, de egy idő után mindenki az, hogy milyen jó, hogy ez a kis kamubábbal ilyen horrorfőzős videókat ad előtt. Kis found footage izét csináltál, ez akkor ezért kezdik el követni, meg ebből kezdik el. Igen, ettől lesz valójában sikeres az ő csatornája végül, hogy a szörnyet is bevonja a főzős videókba, és közben nyilván egyik néző sem hiszi el, hogy ez egy valódi szörny. A következő történt ugye Vince Nourinak a, ennek egyébként Klik-Klik is volt a klik, címe. Klik-Klik a címe, igen. Igen, Klik-Klik-Klik. Ugye ez az utolsó történet. Egyébként itt is ugye a klasszikus horror toposzt figurálsz ki. Tehát itt ugye nyilván a szörny az ágy alatt történet az, amit feldolgoz. Itt is ugye lila az ábrázolásmód. Ugye gyakorlatilag felbukkan ugye a kisgyerek, ugye az apa, aki nyilván nem hiszi el neki, hogy ott van a szörny az ágy alatt, de persze nyilván ott van valójában, de itt is ugye nagyon úgy van feloldva ez a történet, hogy ilyen kis barátságos véget ér. De itt is ugye a szörnyel igazából a kisgyerek egészen összebarátkozik, megtanul gyakorlatilag együtt élni vele. Ami nekem egyébként, ugye ez érdekes, hogy a mostani modern horror filmekben bukkan fel legtöbbször ez a motívum. Ugye nekem a jut eszembe róla például a Babadook, vagy pedig ugye a It Follows, hogy ugye nem az lesz a végén a tanulság, hogy ugye vagy az, hogy a régi filmekben az volt, hogy a szörnyet ugye legyőzik, vagy B-verzió, a szörny legyőzi őket, és győzött a szörny. És ugye ehhez képest ugye a mostani modern horrorfilmes motívum az, hogy egyszerűen megtanulnak együtt élni a szörnyel, ami szerintem egy tök pozitív üzenet, mert ugye nyilván az jelenti, hogy ugye a saját félelmeit, traumáit, stb. Vagy maga a főszereplő válik a szörny, és ezzel megtanulja kezelni azt a fajta félelmet, amit a szörny képvisel. Akár ez, hogy, de nekem egyébként bevallom inkább, hogy azért a szörnyé válás az egy kevésbé optimista motívum. Igen, inkább az együttélés tetszik, hogy igazából megszelídíti az ember a szörnyet, és ugye tovább tud ugyanúgy menni, ugye, ahogyan a félelmeidet, traumáidat is nem tudod levetkőzni, viszont megtanulsz együtt élni velük. És itt is nekem ez az üzenet, hogy kicsit ezt képviseli. Még akkor említsük meg azért Árva Szabó Petit. Meg, igen, éppen erre akartam Gábor átérni ugye a lezárás. Megint. Ugye a lezárásban egyébként meg az átkötő történetekben Árva Szabó Peti versei láthatóak, amik egyébként azt hiszem, hogy eredetileg úgy volt, ez képregényes tervbe akarták az átkötő. Igen, sztorit. Úgy volt ez, hogy amíg volt rá kapacitása Marcinak, akkor úgy volt, hogy az átvezetőket ő fogja megrajzolni képregénybe. De megmondom őszintén, szerintem jobban működik. Jobban működik az, hogy mert ugye levegőt kap egy lélegzetnyi pihenőt az emberi. Igen, ugye egy-egy állókép van ugye a versekkel, mindig ugye adott képregény hangulatához illeszkedően, és itt bukkan fel ugye a Mesék a kriptából jellegű figura, hogy itt is egy mesélő köti össze a történeteket, és ugye itt ugye ezek a, amik mindig ugye, úgymond olyan, mint a levezetne egyfajta tanulságot minden sztori előtt után, ebből jön abszolút a Mesék a kriptából hangulat, és ugye ez az, ami Árva Szabó Peti és Molnár Gábor közös munkáját. Nagyon örülök, hogy a Marci be tudta fűzni ebbe a projektbe a Petit, nekem ő egy nagyon régi barátom, és nagyon szeretem az írásait, egy ilyen jó 15 éves barátságnak az alapja ez, mert mi együtt járkáltunk túrázni egy baráti társasággal, és annak egy nagyon fontos része volt, még annó a képregény.net-nek a verses topikjába jöttünk össze, és ott mutogattuk egymásnak a verseit. És nekem egy nagyon szép ilyen, úgymond körforgás, kerek lezárása az előző időszakomnak, hogy a Peti részt tudott venni ebbe a kötetbe, és hogy a verseivel föl tudta dobni az antológiát, meg az, hogy visszatudtuk őt hozni a képregényezésbe ilyen formában, mert én nagyon szerettem volna, tehát nekem az egy régi titkos vágyam volt, hogy a Petivel egy közös kiadványba együtt részt tudjunk venni, úgyhogy innen is köszi Peti, hogy részt vettél ebbe a kötetbe, nekem marha sokat jelentett. Én is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy ennek a kötetnek a munkálataiban részt vett. Ugye szerintem ez egy nagyon erőteljes kiadványunk lett, tehát tényleg tudom ajánlani mindenkinek, aki ugye akár szereti a horrort, akár olyannak is, aki ugye nagyon durva horrort szereti, mert nem még akár ő is tud olyasmiket találni benne, ami számára is tetszik. Viszont annak is, aki mondjuk nem, tehát aki nem szereti a nagyon durva horrort, annak szintén jó lehet, hogy ez egyébként tényleg mindig csak éppen a határvonalon csak kicsit megy át ebbe az irányba. Hát kifejezetten egy ilyen Halloween feelinget. Ilyen Halloween kicsit feeling, spooky, igen. Kicsit spooky, kicsit jó pofa, tehát hogy hangulatot megadja. Úgyhogy mindenkinek, aki ez az irányvonal érdekel, annak ajánlom ezt a kötelet, ugye megvásárolható a
Five Panels webshopjában, ezen kívül pedig még ugye a képregény market webshopjában elérhető. Illetve minden képregényes rendezvényen, amin kint vagyunk, képregénybőrzék, igen, ott személyesen is átvehető. Szegeden, hogyha kint vagyunk, meg úgy is kihirdetjük a honlapon, hogy éppen hol fogunk felbukkanni, akkor ott valószínűleg kint lesznek ezek a, ez is a többi más kiadványainkkal együtt. Köszönjük a figyelmet nézőinknek. Én is köszönöm a figyelmet mindenkinek. Reméljük, hogy tetszett nektek ez az adás, meg érdekelt titeket ez az antológia, így, hogy egy kis kedvet hoztunk neki. Legközelebb találkozunk, ez volt a Kocsmapult, én Pádi voltam, ő pedig Peti. Sziasztok!